Na sziasztok! Hát ezt a videót konkrétan Instagramon 3 hete írgetem nektek, és vártam azt, hogy majd kisüt a nap, jó idő lesz, szép fények lesznek a lakásba, de aztán rájöttem, hogy mivel igazából ez egy technikai videó, és pont a fényekről szeretnék beszélgetni, a kameráról, illetve ilyenekről, igazából pont nem is probléma, hogy ennyire, borongós az időjárás, mert így nagyon jól meg tudom nektek mutatni, hogy fények nélkül milyen fények vannak a lakásunkban, és hogy igazából például a lámpák nélkül és a jó kamera nélkül ilyen leülős beszélgetős videót hát nem nagyon tudnék összerakni nektek. Na de hogy pontosan mire is gondolok? Én, amióta elkezdtem videózni így YouTube-on, volt egy kamerám, amit majd hamarosan meg fogok nektek mutatni, az első olyan kamerám, amivel készítettem a vlog videókat, a beszélgetős ülős videókat, és akkoriban beszereztem magamnak 2 softboxot és 1 ring lightot. A 2 softbox az ugyanaz maradt, mint ami a kezdetekkor volt 3 évvel ezelőtt, a ring lightomat viszont leváltottam, mivel az első ring lightom, ami volt, az nem volt annyira megfelelő különböző videók elkészítéséhez. Na de hogy tudjam ismertetni nektek ténylegesen, hogy mennyire fontos a jó fény, azt fogom csinálni, hogy elkezdem lekapcsolgatni a fényeket így körülöttem, és akkor látni fogjátok, hogy milyen mondjuk a fény csak ring light-tal, csak softbox-tal, vagy éppen minden nélkül. Na, ahogy látjátok, ilyen, ha mindent lekapcsolok, és csak marad a természetes fény, ami igazából egy szürkület, illetve a lakásban lévő lámpák. Tudnék még egy-két lámpát felkapcsolni, de ahogy látjátok, itt is világít egy lámpa a fejemben, és csak igazából ezt látjátok, és egy picit sárgás a kicsit a fényviszonyok. Úgyhogy, hát maradjunk annyiban, hogy ez így nem lenne túl profi. Na de mi van, hogyha van 2 softboxom, mert egyébként a softbox talán a legolcsóbb beruházás a lámpák tekintetében, úgyhogy lássuk milyen, hogyha az embernek csak 2 darab softboxa van. Na hát egy ilyen ülős videóhoz egyébként 2 softbox, azt kell, hogy mondjam, hogyha így a képet nézem, nem olyan rossz egyébként. Smink videóhoz nem ajánlanám, mert egyébként így a bőrhibákat, vagy egyébként így az egyéb fényeket úgy nem olyan jól szűri meg, pont azért, mert a reflektor előtt van egy ilyen kis fehér réteg. Egyébként lehet, hogy mindjárt meg is fognak mutatni, hogy pontosan miről beszélek. Egész konkrétan, így néz ki egy softbox, főleg, hogyha elég hátra tudok menni, hogy lássátok. Ekkora, elég nagy a magassága, a szélessége nem olyan nagy, és egyébként nagyon-nagyon magasra is fel lehet emelni, ez most viszonylag ugye alacsonyan van, mert ugye ülve videózom, de nagyon-nagyon sok mindenre jó egyébként, és hogyha így lebontom a dolgokat róla, akkor látjátok, jaj, hogy nézzétek, ott van benne ez a nagyon nagy reflektor, aminek igazából az a lényege pont, hogy egy picikét megfinomítsa a fényeket, ez a fehér kis derítőlap rajta. Na, de ugye most csak egy softboxunk van, vagyis egy 2 softboxunk van. Egynek nincs túl sok értelme, mert nagyon fontos az, hogy tényleg mind a 2 oldalról meg legyen világítva az arcunk, mert ha csak a fele van megvilágítva, akkor egy ilyen félig, meddig árnyékos képet fogtok látni, ami nem túl esztétikus. Na de! Most jön az, hogy meg tudjátok mutatni végre a ring light-omat, amit nagyon-nagyon szeretek. Azt tudnotok kell, hogy ez már egy új ring light. Az első ring light-om az egy sokkal egyszerűbb lámpa volt. Egyébként az is, hogy mondjam, szóval az is nagyon jó, csak nem volt dimmerelhető, tehát nem volt állítható a fénye. És attól függ, hogy például kintről milyen fény jön be, bent milyen fények uralkodnak éppen, attól függ, hogy mennyire erősre állítom a lámpa erősségét, és azzal ezt nem tudtam megtenni, és sokszor azt éreztem, hogy kiégeti az arcom, és teljesen elveszti igazából a mimikámat, vagy elvesztem a mimikámat, nagyon kifejtette az arcomat, szóval néha nem volt annyira jó, ez leginkább smink videókon mutatkozott meg, de majd elkezdem végignézni a videóimat, sőt, egyébként nem is nézhetem, hogy mikor jött a váltás. Na lássuk csak, a Rebekával a Question and Answer 3-as videómat, ami 7 hónapja került ki, azt már az új videóval vettem föl, de például van egy Valentin-napi kérdezz felek videóm, ami egy igazából egy smink videó, azt még az előző kamerámmal vettem föl, és az első ülős videó a szép fényekkel, új kamerával, az a második 20 random tény róla, amit 5 hónapja tettem föl.
Tehát azon tudjátok megnézni a különbséget, hogy milyen mondjuk az új kamerával, új lámpával, és új kamerával és új lámpával igazából. Ennyi. Na és most az igazi varázslat, mert nézzétek, hogy mennyit számít egy ring light. Tehát így nézek ki, 2 darab Sony Fox-szal, és most bekapcsolom a ring light-ot. És ilyenkor elkezdem így csavargatni a fényét, ahogy látjátok, és egyre jobban így effektív kiég az arcom, de hogyha megtalál a fókusz, akkor újra visszatér a rendes kerékvágás. Tehát, hogy ennyire sokat számít egy igazán jó ring light, nagyon-nagyon drágák, az ennyi egyébként a Microsoftból van. Az előzőt azt még valahonnan külföldről rendeltem, azt hiszem az a Diva ring light, de mindjárt előhozom a kis pakolós szobából és megnézzük pontosan. Ez pedig már a Microsoftból van, és ezt pont a Rebekától kaptam még tavaly születésnapomra, úgyhogy úristen, nagyon-nagyon-nagyon boldog voltam, és azóta is nagyon szeretem használni, és tök jól van hozzá egy ilyen kis hordozó is, úgyhogy végre nem tudom tölteni, hogyha bárhova elviszem magammal, akkor mindig leteszem a kis táskájába, és akkor nem lehet baja. De azért ez nem egy hordozható dolog, ez az a legjobb, ha valaki rászereli a kis standjére, és onnan nem mozdítja meg. Szóval ez lenne az első ring lightom, amit használtam. Egyébként ez is nagyon-nagyon jó. Egyébként ez a Diva ring light, ez rengeteg beauty vlogger használ. Viszont azért nem ajánlom egyébként, mert hogy egyrészt nem lehet állítani ugye a fényerősségét. A másik pedig, hogy egy ilyen fura, mint egy softboxon lévő kis... hogy hívják ezt? Na mindegy, értitek, szóval ez van rajta, és rengeteg helyen lejön, lecsúszik, akkor nagyon erős fényt ad ki, különben meg sokkal gyengébbet, szóval egyébként nem rossz, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani ennél sokkal-sokkal jobb. Mindjárt fel is veszem nektek, hogy pontosan mi a különbség a kettő között. Szóval, ha videózom, akkor én ezt látom általában. Itt van ugye az elmített softbox, a másik softbox, és itt pedig az új ring lightom. És látjátok, tehát ez most már egy ilyen műanyag réteg van rajta, és itt vannak a kis világítások benne, vagy lámpák. És itt van az alján a dimmerelő, és nézzétek, szóval, hogy ilyen, hogyha nincsen, és nagyon-nagyon-nagyon erős lesz, hogyha pedig van. Úgyhogy tényleg ez egy sokkal jobb beruházás, hogyha valaki egy ring lightot szeretne, akkor egyébként ezt sokkal jobban ajánlom, illetve van egy tök jó kis kameratartó itt, csak mivel most behetek, hogy kikapcsolom, és akkor látni fogjátok. Szóval ezen van rajta a kamerám, és ez nagyon sokat számít, hogy ténylegesen a ring light közepéből van a felvétel, így mindenhonnan ugyannyi fény ér. A mostani kamerám pedig egy Canon M50 készülék, amit, mint látjátok, ennek már nem így felfele nyílik a kis kijelzője, hanem oldalra, úgyhogy innentől kezdve már sokkal nehezebb vlog miatt megfogni, viszont ami nagyon-nagyon jó benne, hogy egyrészt nagyon jó, hogy itt meg lehet fogni a kamerát, sokkal kényelmesebb, illetve ebben már olyan funkciók is vannak, hogy például itt lehet állítani a magának a videónak a fényességét. Tehát tudom egy picit sötétíteni, egy picit világosítani, ami nagyon-nagyon-nagyon szuper. Van hozzá egy másik objektívem, ez most egy ilyen, amit láttok. Ez egyébként mondom, videózásra, fotózásra nagyon alkalmas, de van hozzá például egy olyan objektív, amiben sokkal szebb a mélység, élesség. Tehát ez például nem csak videózni nagyon jó, hanem tényleg fényképezni is csodás vele, úgyhogy ő az én új kicsikém, nagyon-nagyon szeretem. Ez nem egy olyan drága készülék, mint amivel tényleg a legnagyobb videósok forgatnak, a legnagyobb fotósok forgatnak. Én azt gondolom, hogy ez körülbelül egy ilyen közép árkategória. Sajnos a technikai kütyük nagyon-nagyon drágák, de ez például tényleg egy nagyon jó beruházás volt részemről. Na de, ha valaki ténylegesen csak úgymond önmagán szeretne videózgatni, akkor szüksége van-e videókamerára, fényképezőgépre, vagy bármi másra? Én azt gondolom, hogy a mai világban egyébként már annyira jók a kamerái az összes telefonnak, hogy semmi szükség nincs egyébként már fényképezőgépre. Amikor elkezdtem videókat gyártani 3 évvel ezelőtt, akkor egy valamilyen iPhone-om volt, talán 6-os? Azt hiszem 6-os iPhone-om volt, és nem volt azért olyan a kamera minősége, mint például
ennek a kis kamerának, ami a kezemben van, úgyhogy nekem eszembe jutott azzal videózni, mert annyira gyönyörű volt a képe ennek a fényképezőképnek, hogy igazából nem tudtam mást választani, csak ezt. Viszont ha ezt most kezdeném el, akkor a mostani összes telefonnak említettem a Huawei-t, a Samsungot, az iPhone-t és az Apple terméket, bármelyiknek olyan lenyűgöző a kamerája, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani fényképezőgépemet lehet, hogy nagyban leverik, de egyébként én még mindig abban hiszek, hogy ilyen jellegű videókat sokkal egyszerűbb egy fényképezőgépen felvenni. Viszont, hogy tudatok kell, hogy amikor elmentem és a MediaMarktban megvettem életem első fényképezőgépét, akkor elmondtam az ottani egyik dolgozónak, hogy egyébként mire fogom használni, és rám tukmált egy ilyen videókamerát, tudjátok azt a régi fajtát, amivel mondjuk a szüleitek videóztak titeket kicsinek, nekünk egyébként nem volt olyanunk, de hogy láttam egy csomószor ilyen szülepi zsúrokon, akkor jött az apuka is, akkor ki lehetett így hajtani a kis videókamerát, na hát én ezt elvittem magammal Lengyelországba, hogy kipróbáljam. Kint töltöttem a Tominál 3 napot, és hazafele ki is dobtam a MediaMarktba, mert mondtam, hogy ez borzasztó, ez annyira szörnyű, hogy el nem tudom mondani. Árban egyébként nem volt annyira vészes, de inkább egy picit ráfizettem, és akkor vettem meg ezt a kamerát, ami egyébként egy Sony RX100 és a 3-as verziója. Ez egy ekkora kamera, így néz ki. Ami nagyon fontos, hogy ennek is ki lehet hajtani a kameráját, egész pontosan így. Ami azért nagyon kényelmes, mert tényleg ezzel vlogolni egy álom. Nagyon-nagyon könnyű megfogni, nagyon pici, könnyen hordozható. Itt van ez a kis füle, amivel tényleg ráteszem a kezemre, és már mondtam is a magamét. Nagyon jó helyen van a mikrofonja, nem tud befogni. Szóval egyébként ez egy nagyon-nagyon szuper kis készülék. Annyi baja volt egyébként, hogy például a mélységélességet nem annyira állította jól, és mivel autofókusz van ebben is, ezért nem olyan szépen követett végig, nyilván nincsen benne stabilizáció, úgyhogy nagyon kell figyelni arra, hogy a kamerákat tényleg így tartsuk, és ne így vegyünk föl egy vlog videót vele például, illetve valami miatt nekem az akkumulátora nagyon-nagyon hamar merült, amit nem értek egyébként, hogy miért, mert például a laptopom már 6 vagy 7 éves, és tök jó az aksia. Ez pedig egyébként csak 4 éves, úgyhogy nem értem, hogy miért ennyire rossz az akkumulátora. Úgyhogy sajnos nagyon-nagyon hamar kikapcsolt, és mondjuk egy ilyen beülős, beszélgetős videóból, amit mondjuk annó felvettem mondjuk ilyen 4-5 óra alatt, most már azért nyilván ez nem 4-5 óra, de szinte le is merült, úgyhogy ezért nagyon haragudtam rá. De egyébként nagyon-nagyon szerettem, és tényleg most, hogy a kezembe tartom, sokkal könnyebb ezzel vlogot felvenni például, mint a mostani kamerámmal, azért azzal sokkal macerásabb, úgyhogy tényleg lehet, hogy a telefon a legjobb megoldás vlog készítésére. Nagyon nehezen tudtam azt eldönteni, azt a határvonalat, hogy mi az a videó, tehát hogy hogyan kössem össze ezt a videót. Mivel először azt gondoltam, hogy lesz egy olyan videó, hogy kezdő youtuber set, és hogy mi kell hozzá. Tehát a mai világban tényleg bőven elég egy telefon ehhez, nem kell semmi más. De aztán rájöttem arra, hogy annyi technikai kütyüm van, hogy itt valahol szét kell osztalom, hogy ne legyen mondjuk ennek 5 része, hanem mondjuk legyen 2. Így a következő videóban fogjátok majd azt látni, hogyha elmegyünk külföldre, akkor miket viszek magammal, mert nyilván ezek olyan nagy termékek, amiket nem tudok betenni a táskámba, de rengeteg olyan van, amit viszont el tudok vinni magammal, sőt, mi több, kisebb, mint a telefonom, konkrétan nagyjából ekkora a kamerám, ekkora, amit használok például utazáskor, illetve van egy olyan kamerám is, amit be tudok vinni a víz alá, és az is tényleg fantasztikus. Illetve van már olyan hordozható világításom, ami egyben egy tükör is, ami tényleg fantasztikus utazáshoz, úgyhogy a következő videóban ezt fogjátok látni. Na de Instagramon megkérdeztem, hogy titeket mi érdekelne ezzel a témával kapcsolatban, úgyhogy ezekre fogok most választ adni. Az első kérdés, vagy egy hozzászólás, amit Periódhu írt: nekem sosem lenne bátorságom kamerák elé ülni vagy állni, mert ott hirtelen tudatosulna bennem mindent, amit kifogásolok, minden elismerésem. Biztosan nem volt egyszerű elkezdeni.
hát nem akarjátok tudni, hogy az első videómat mennyi időn keresztül vettük föl, akkor még anyukám itt volt és segített nekem, mert a fókusra tudtam beállítani saját magamon, nagyon nehéz volt videózni, aztán közben megnyomni, hogy akkor újrainduljon a gép, szóval fú, eléggé macerás volt. Elképesztő módon hadarok, néha nyávogok is, néha affektálok is, és jó volt, hogy valaki például itt volt, és akkor szólt, hogy Cici, lassabban, vagy Sydney, lassabban, szóval egyébként erre nagyon nagy segítség, vagy szükségem is volt, és segítségemre is volt ki ilyen szempontból anyukám, illetve rengetegszer nyelvtani hibába botlok, ami az elején nagyon zavart, hogy majd biztos jönnek a trollok, és akkor Sydney, miért nem beszélsz normálisan, magyarul, bla 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 bla. De igazából úgy vagyok ezzel, hogy valaki elfogad így, akkor elfogad, ha nem, akkor nem, és igazából ennyi. Szóval magamba kellett ezt igazából rendbe tenni, hogy azzal, hogy a nyilvánosság elé állok, úgy, hogy tettem mondjuk 7 évvel ezelőtt, vállalom azt, hogy fogok kapni negatív kritikát is. És én egyébként viszonylag jól viselem és szeretem is őket, ha építő jellegű, ha nem, akkor eldöntöm, hogy egy hasonló hangnemben válaszolok neki, vagy pedig fogom és kitörlöm. Ez a kettő szokott egyébként általában előfordulni, úgyhogy ezt magunkba kell lejátszani tényleg, hogy erre képesek vagyunk-e és bírjuk-e a feszültséget ilyen szempontból, de engem sokkal jobban motivál az, hogy nektek segítsek. Van ez a sebő kérdése, hogy hogy volt bátorságom elkezdeni a YouTube életet. Azt tudtok ki, hogy előtte én nem néztem YouTube-ot, szóval alig nézek tévét, alig nézek YouTube-ot, most már egyébként van egy-két kedvenc műsorom és van egy-két kedvenc YouTuberem, de például a sorozatokat még most sem tudom megnézni, mert egyszerűen nincs arra kapacitásom, hogy mondjuk lehet, hogy az egyik nap majd megnézni mondjuk kettő részt, de lehet, hogy a kettő hétig egy darabot sem tudok megnézni, tehát ennek nincs értelme, úgyhogy inkább filmet szoktam nézni, vagy moziba szoktam járni, de a bátorság igazából tényleg csak ahhoz kellett, hogy leküzdjem azt a félelmem, hogy az emberek mit fognak mondani. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni igazából, és nem volt példaképem, nem tudtam, hogy kinek a csatorna tetszik a legjobban. Úgyhogy ez mind úgy történt, hogy autodidakta módon leültem a videókamera elé, és elkezdtem úgymond beszélgetni veletek, és hát vártam, hogy mi lesz a következménye, és hát adott a következménye, hogy most már több mint 2 vagy 3 éve ezt csinálom, és nagyon-nagyon szeretem, és látom azt, hogy ti is fejlődtök, hogy nyitottak vagytok, hogy kedvesek vagytok, és ezért öröm bármi olyat létrehozni, amivel nektek tudok segíteni igazából, és tudom azt, hogy nekem is rengeteg mindenben kellett volna a segítség, de nem tudtam kiből inspirálódni, igazából csak az anyukámból és senki másból, a telefonom pittyeg. Úgyhogy igazából csak azt tudom nektek mondani, hogy ha egyszer szeretek egy YouTube csatornát létrehozni, akkor tényleg azt őszintén csináljátok, és az, hogy nem mutassatok rossz példát. Nem tudom, hogy valakoztak olyan például, akinek mondjuk elképesztő módon önbizalom hiánya van, de szeretne youtuberkedni. Az először kezdj el dolgozni az önbizalom hiányán, hogy ne adja át másnak, hanem próbálja tényleg azt mutatni, hogy lehet bőle például kijönni, mert ez is óriási nagy segítség. Szóval meg kell fogalmazni azt, hogy ti mit szeretnétek csinálni, vagy ha tényleg gamerek vagytok, akkor rengeteg olyan videót csinálni, amiben meg tudok azt mutatni például, hogy hogyan jutok el egyik pályáról a másikra. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog van egyébként, ami szuper téma, és lehet, hogy nincsen benne annyi videó ilyen neten, amire szükségetek lehetne, vagy például tanulással kapcsolatban. Én valószínűleg, ha nem is jövőre, akkor a jövő utáni évben vissza fogok ülni az iskolapadba, és elkezdek egyetemre járni. Valószínűleg lesz egy csomó sulis tarszorom az oldalamon, ahhoz képest, hogy 25 éves vagyok, és 24, úgyhogy ez mind azon függ és múlik, hogy éppen ti milyen periódusában vagytok az életeteknek. Még egy technikai kütyű, ami fontos lehet, hogyha valaki például telefonnal videózik, az ez, amit itt láttok. Ez egy olyan kis készülék, amit föl lehet ennek a segítségével cuppantani tükörre, ablakra, üvegre, vagy bármi ilyesmire, és ugye ide tudjátok beletenni a telefonotokat, és akkor ezzel a lehetőséggel ugye itt van nektek majd a telefon, vagy itt lesz, és tudtok ugye bele beszélni. Ez azért nagyon jó egyébként, mert ha nincsen lámpátok, akkor a legjobb dolog, amit tudtok tenni, hogy az ablak üvegre van felszerelve ez a dolog, mert ott van a legszebb fény. Ha bárhova elutazom, és nem tudok magammal vinni világítást, akkor minden videómat általában az ablak előtt szoktam felvenni, mert ott a legszebbek a fényviszonyok, és most már rengeteg helyen lehet kapni ilyen üvegre felszerelhető kis tartókát igazából, de persze vannak telefon állványok is, amik egyébként pont a MediaMarktban eléggé jó áron kaphatóak, és
ahogy az egyik videóban láthatatok, ugye minden egyes állvány, vagy állványnak, softboxnak, ringletnek, tehát lámpának van egy kis talpacskája, ami szintén fontos eleme, mert rengetegszer van olyan, hogy hiába vesznek meg egy lámpát, szükség van hozzá egy állványra is például, vagy nekem például a ringlightomba bele van szerelve egy ilyen kis pici pöcök, amiben bele van rakva a kamera. De ha nincs ilyenre lehetőségetek, akkor kamerának is külön állvány kell. Szóval igazából ilyen dolgokon múlik, de tényleg, hogyha azt mondjátok, hogy ti szeretnétek videózni, akkor egy telefon és egy ilyen kis dolog bőven elég, vagy pedig egy kamerás, vagy egy telefonos állvány, ami szintén szinte bárhol megkapható. Amivel mindenképpen számoljatok, hogy ezek a videók nagyon-nagyon nagy méretűek. Tehát akárhol nem lehet őket tárolni, a telefonotok nagyon-nagyon hamar tele lesz, hogyha sok ilyen videótok van, úgyhogy mindenféleképpen vegyetek egy külső Winchestert, vagy pedig egy olyan USB-t, ami USB? Nem, pendrive-ot, ami viszonylag nagyon nagy mennyiségű információt tud eltárolni, mert konkrétan, hát én már meg sem tudom számolni, hogy hány darab pendrive-on van tele, hány darab olyan háttértárolón van tele, ami egy terás, szóval óriási. Ugye azért is számoljatok, hogy ezeknek az anyagoknak a tárolása bizony szükség van valami olyan dologra, ahol egy tudok tárolni, mert tényleg egyrészt nagyon-nagyon hamar eltűnhet, hogyha nincsen rendszerezve, úgyhogy ez is nagyon-nagyon fontos. Ennyi lett volna a YouTuber kütyük első része, a következő részben mindenféleképpen fogok jelentkezni azokkal a termékekkel, kütyükkel, készülékekkel, amivel tudok utazni, sokkal kisebb helyet foglalnak el, és igazából azokkal készülnek a vlog videók, vagy utazós videók, úgyhogy a következő videót szerintem a jövő héten láthatjátok. Sziasztok! Illetve ha bárkinek bármi kérdés lenne a technikai kütyükkel kapcsolatban, lámpákkal, kamerákkal, utazós dolgokkal kapcsolatban, akkor ez a videó alá tegye meg, hogy megírja, és akkor szerintem még pont amikor ez a videó kimegy, el tudom olvasni, mi a következőt felveszem, és mindenre tudok választ adni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztetek, és még egyszer sok-sok puszi, sziasztok!